Szandra, szerinted létezik olyan, hogy csoda? Nem. Nem? A te életedben nem volt semmi, mire azt mondod, úristen, ez csoda. Amit nem vártam volna, de mégis megtörtént. Hát az első pillanatban talán az ember ezt mondja, és ezt hiszi, aztán meg a mögé néz, hogy mi van mögötte az odáig vezető utat, és akkor valahogy tök logikusnak tűnik az egész. Úristen, de szomorú ez, de közben meg tök igazad van. Tehát te teljesen értem az érvelést. És hogyha más mesél neked a saját csodájáról, akkor is megmondod neki, hogy de arra gud, de hát ez nem csoda. Én nem szoktam az embereket megingatni abban, amiben hisznek. Azt hiszem, hogy ha valaki kéri a véleményemet, akkor elmondom szívesen, de egyébként nem szabad az emberektől elvenni azt, amiben hisznek.